fekszik el. Tegye bele friss vizet. Hozzá ne megy Júlia kancsomhoz! Magi és Lillemúr két idős hölgy, akik mindenben különböznek egymástól, ám az élet közös sorsot jelöl ki számukra, szobatársak lesznek egy idősek otthonában. Addig harcolnak egymással a rég megszokott dolgaikért, míg nem rájönnek, hogy önmagukkal harcolnak. Egy nagyszerű történet arról, hogy semmit sem érnek az ellentétek, a társadalmi különbségek. Mindegy, hogy milyen társadalmi közegből jöttek az emberek, a viszonyok nem változnak. És hogyha két ember elkezd egymáshoz közeledni mindenféle társadalmi konvenciók nélkül, akkor tulajdonképpen minden működik, mint a görögöknél, vagy 2-3 ezer éve is. Aki szerelmes volt, az mindig szerelmes, aki barát, az bármilyen gazdag, vagy bármilyen szegény, mindig lehet barát, tehát abszolút meg lehet egymáshoz találni a hangot. Ez az üzenete szerintem. Szórakoztató helyzetek sorozata teszi nagyon bájossá a két hölgyet, akiket látszólag semmi sem állíthat meg. A nézők az előadást a Szimbád rendezvényteremben láthatják, ez a próba folyamat kezdetén megnehezítette a művészek munkáját. Nem igazán tudta adni azokat a színházi körülményeket, hiszen rendezvényterem, tehát csomó mindenben más volt a dolog, de olyan fantasztikus kollégákkal sikerült dolgozni ez ügyben, hogy pillanatok alatt színházszerűvé varázsolták. Bár a színházi évad hamarosan véget ér, a Magi és Lillemúr című vígjátékot néhány alkalommal még láthatja a közönség a Szimbád rendezvényteremben. A színházbarátoknak a nyáron sem kell nélkülözniük az élményeket, hiszen a Rózsakert szabadtéri színpad számos nagyszerű előadással várja majd a nagy érdeműt.